If you speak English, there's gonna be a translation after the worship. So, nem kell. Szóval akkor csak imádkozok egyet, és kezdjük. Drága mennyiatyám, hálás vagyok neked, hogy újra itt lehetünk. Köszönjük, hogy itt van ez a gyülekezet, és hallhatjuk a te igédet. Imádkozom azért, hogy ezen a dicsőítésen tudjunk rád figyelni. Semmi más zavaró tényező ne legyen ebben a 40 percben. Imádkozom azért, hogy ez is egy áldott alkalom legyen. És imádkozom azért, hogy nyisd meg a szívünket. Jézus nevében. Amen. Sziasztok! Jó estét! Lehet fölállni? Hogy értünk áldozta
fia életét, ő önként ad ki, átja minden kész, így a szégyens bűn hatalma véget ér. Jézus él, a halált ő legyőzte, ő az Úr, a gonoszt megkötözte. Életünk szabad, mert ő készített utat, ami elvisz a menny felé. Minden nyelv vallja meg, az egész föld tudja meg. Jézus él, ő az Úr, ő a világ megváltója. A király eljön még, hamar elmúlik ez a föld és kék. Gyere, békülj meg, te is Istennel, hisz már minden odaadott érted. Közben jár, s megtisztítja szíved, eljön majd, s újra teremt. Életünk szabad, mert ő készített utat, ami elvisz a menny felé. Minden nyelv vallja meg, az egész föld tudja meg. Jézus él, ő az Úr, ő a világ megváltója. Győzte, ő az Úr, a gonoszt megkötözte. Közben jár, s megtisztítja szíved. Eljön majd, és újra teremt minden. Így lesz életünk szabad, mert ő készített utat, ami tudja meg, Jézus él, ő az Úr, ő a világ megváltója. A világ megváltója. A világ megváltója. A világ megváltója. Üljétek le egy kicsit, hadd beszéljek egyet, jó? Oh, come, Ildikó, I have a translator, come. Yes, I don't know, here, there? How about next to me, come. There's not enough of us here on stage, come. So I like that song. Szóval nagyon szeretem ezt a dalt. You guys like that song? Nektek is tetszett? It has that... It's got that like na na na, and I think if Jesus had like a superhero theme song. Szóval hallottátok, hogy ott van benne ez a dal, ez a felfogozás, és szerintem, hogyha Jézusnak lett volna egy ilyen szuperhős témaadó dala. I think it would sound something like this song. Akkor szerintem így hangozna. Don't you? Szerintetek nem? He's the savior of the world. Mert hogy ő a világnak a megváltója. And he doesn't wear pajamas. Igen, like the other nem ones. Hord pizsamát. So he's the real deal. És tehát ő az igazi. And you think about, okay, Jesus he's the savior of the world. What would be Jesus's like what would his like superpower be? Because every superhero has a és power. És ő a világnak a megváltója, de mi lenne az ő hatalma? Well, I guess you could
I mean, if you're not going to say anything, maybe I'll suggest a few, maybe like, you know, walking on water, walking wherever you want to, you know, through walls, on water. Mutatnál be a hatalmát, például azt, hogy ott, ahol akar, vízen jár, vagy falakon át. Walking out of a grave, that's pretty cool. Kisétál egy sírból, na, ez is elég menő. But I think the Bible makes it clear that the superpower of Jesus Christ is actually something that we experience here. It's called love. De szerintem Jézus Krisztusnak a szuperhatalmában mutatkozik meg leginkább, amit mi itt is tapasztalunk, és ez pedig a szeretet. Yeah, I think it's love. Igen, a szeretet. But sometimes I don't know that we know what to do with that word, do we? De szerintem néha nem tudjuk, hogy mit kezdjünk ezzel a szóval, igaz-e? Because we love cheeseburgers and pizza mert, and we love each other, right? And we love God. Szeretjük a hamburgert, meg a cheeseburgert, meg a pizzát, meg egymást, meg Istent is. And I think those things maybe mean something different. És azért szerintem ezek mind egy kicsit mást jelentenek. You know, we usually say I love you when I feel good when you're with me. Általában akkor mondjuk valakinek, hogy szeretlek, amikor jó érzést kelt bennem, hogyha veled vagyok. That's why I love coffee, because I feel good when there's a cup of hot black stuff in my hand. Ezért szeretem a kávét, mert olyan jó érzést kelt, amikor az a meleg fekete lötty csúszik le a torkomon. But I think real love is not selfish like this. De szerintem az a szeretet, amiről Jézus beszél, az nem ilyen önző. And I love talking about love. És szeretek a szeretetről beszélni. I'm still trying to figure out what it is. Mert még mindig próbálok rájönni, hogy tulajdonképpen mi is az. Still trying to figure out how to show it. How to show it. Arra is próbálok rájönni, hogy kell ezt megmutatni. How to receive it. Hogy kell kifejezni, hogyan kell elfogadni. But God is love. De Isten a szeretet. And I think if Jesus had a superpower, if we could name it, I think it would be loving people. És hogyha Jézusban lenne egy ilyen szupererő, és azt meg is tudnánk nevezni, akkor az biztos, hogy az, hogy szereti az embereket. And I've already talked more than I wanted to. És mellesleg már jóval többet beszéltem, mint eredetileg szerettem volna. Show you my superpower. Mert igazából a saját szupererőmet szerettem volna nektek bemutatni. And it's right here. És itt van a kezemben. By the way, this is my son's. It's Oliver's. Hi, Oliver. I took this from your desk. A fiamé, Oliveré egyébként ez, úgyhogy csak szóltam neki, hogy tőle vettem el. It's a kazoo. Egy kazoo. And I can play it. És játszani is tudok rajta. Yeah, it's like my superpower. Na, ez az én szuper. So here's a song about love. Na, itt van egy dal a szeretetről. And I think you know the chorus. És szerintem mindannyian ismeritek a refrént. Even though you've never sang this song in church. Annak ellenére, hogy ezt a dalt még soha nem énekeltétek gyülekezetben. And maybe you'll never sing it in church again. És lehetséges, hogy nem is fogjátok okay. Soha gyülekezetben ezután sem énekelni, de ez teljesen oké. Okay. But it says that we're waiting for love. De azt mondja ez a dal, a refrénje, hogyha szeretetre vársz. And it says that if there's love in our life, we're unstoppable. Azt mondja, hogy ha szeretet van az életünkben, akkor leállíthatatlanok vagyunk. There's nothing that can't be defeated if there's real love in our lives. És egyszerűen senki nem győzhet le minket, vagy semmi nem győzhet le minket, hogyha igazi szeretet van az életünkben. You know, the people who love us, they're the ones who tell us who we are. Mert azok az emberek, akik szeretnek minket, ők azok, akik elmondják nekünk azt, hogy konkrétan kik is vagyunk. They're the ones who give us courage. Ők adnak nekünk bátorságot. When you feel loved, you like. Amikor szeretve érzed magad, you're full of power and courage. Akkor tele vagy erővel és bátorsággal. And that's true in our friendships, in our families. És ez ugye vonatkozik a barátságainkra, a családi életünkre. But it's mostly true with God. De elsősorban az Istennel való kapcsolatunkban igaz ez. So here we go. You ready? Na, akkor énekeljünk. Are you ready? Készen álltok? Okay. Így megy a dal.
beautiful, and every time had a stay so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant, a tear for the vulnerable, and every lost soul, the bones of a miracle. And every dreamer, a dream were unstoppable. Something to believe. Sing it. How did I get so blind, so cynical? And if there's love in this life, we're unstoppable. Now we can't be defeated. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Oh, that was fun. Remélem, hogy senki nem... I hope no one was offended about not coming to church on Sunday. I'm a pastor. I hope you all go to church on Sunday. És remélem, hogy mind jártok vasárnaponként gyülekezetbe. I think it's the place we should be experiencing love. Mert szerintem ez a hely, ahol a szeretetet kellene megtapasztalnunk. We have a I had a team of 8 people from Colorado with me in Tatabánya for the last few days. Az elmúlt néhány nap során egy 8 fős csapat volt nálunk Tatabányán, Colorado-ból. And their leader Frank's going to be sharing with you tonight. És az ő vezetőjük Frank fog ma beszélni. But I thought I'd do another song in English. De gondoltam, hogy azért még egy dalt eléneklünk angolul. Hope it speaks to you even if you don't quite understand it. Remélem, hogy szól hozzátok, meg akkor is, hogyha nem teljesen értitek a szöveget. But I think it's quite easy to understand. It says, Lord, I need you. De szerintem nagyon egyszerű megérteni, mert hogy azt mondja a szövege, hogy Uram, szükségem van rád. Oh, I need you. Igen. Szükségem van rád. Lord, I confess, bowing here, I find my rest.
And without you I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Thank you.
kiemel a mélységből, én áldott légy. Te van lelkem meredéke, te karnok szárnyai, Uram, szeretlek téged.
erejünk nagy vagy, Urunk, és mind meglátjuk nagy, mi nagy vagy, Urunk. Lord Jesus, we worship you because we know that you love us the best. Urunk, imádunk téged azért, mert tudjuk, hogy te szeretsz minket legjobban. And we know that our lives are secure in your hand. És azért, mert tudjuk, hogy az életünk biztonságban van a te kezedben. And there's nothing that can harm us because you are our defense, our shield. És semmi nem okozhat bántódást nekünk azért, mert te vagy a mi védelmezőnk, a mi pajzsunk. Lord, we love you. Urunk, szeretünk téged. But we know our love is not very strong. De tudjuk, hogy a mi szeretetünk nem igazán erős. It's not worth a whole lot. És nem túl sokat ér. But it's all you ask for. De te csak ezt kéred tőlünk. Thank you that you love us. Köszönjük, hogy te szeretsz minket. And that your love never ends. Hogy a te szereteted soha nem ér véget. Never runs out. Soha nem fogy el. It's enough for all of our sin. És elég minden bűnünkre. It's enough for every hour we live. Elég minden egyes órára, amit csak élünk. It's enough to bring us to glory. És elég ahhoz, hogy dicsőségre vezessen minket majd. Lord Jesus, we just want to be where you are. Úr Jézus, mi szeretünk ott lenni, ahol te vagy. But we thank you, and until then you've come to where we are. És hálát adunk neked, és addig pedig te gyere oda, ahol mi vagyunk. We know you're here right now. És tudjuk, hogy itt vagy most is. And we just invite you to come and speak to us. És hívunk is, hogy gyere és szólj hozzánk. Reveal yourself to us. Jelensd ki magadat nekünk. That we would know who you, what you're like. Azért, hogy tudhassuk, hogy milyen vagy. That we would know your heart toward us, that you want to be in relationship with us. És hogy megismerjük, hogy milyen szívvel viszonyulsz felénk, hogy kapcsolatban szeretnél lenni velünk. That we would be able to discern your will. És hogy képesek legyünk megítélni és megkülönböztetni a te akaratodat. Lord, be glorified in us and through us. Urunk, kérünk, hogy te dicsőj meg bennünk is, meg általunk is. Jesus name. Jézus nevében imádkozunk. Amen. Sziasztok, Isten hozott titeket. Hello, welcome. Légy szíves, üdvözöljétek a mellettetek ülőket. Please greet those sitting around you. És légy szíves, némítsátok le a telefonjaitokat. And please make sure your mobile phones are silenced. Ezt majd hagyom. Oké, ez nem is működik. Jó. Mindjárt csinálom. Szóval, mielőtt én teljesen beégek, hogy nem tudok megcsinálni egy állványt, pár bejelenteni való. We have a few announcements. De mielőtt bejelentek, szeretném üdvözölni az internet előtt ülőket. Sziasztok! But before I share the announcements, I just want to greet all those sitting in front of the internet. Mindig elfelejtem, pedig ők is értékes része a vasárnap estének. I always forget to greet them, though they are quite a valuable part of the Sunday evening services. Szóval, a húsvéttel kapcsolattal van bejelenteni való. The announcement concerns Easter. Most pénteken nagy péntek lesz. This Friday will be Good Friday. És este 6 órakor lesz le itt egy alkalom a gyülekezetben. And at 6 o'clock there will be a service here at the church. És ezen Jézus halálára fogunk megemlékezni. And we will remember the death of Jesus then. Szeretnélek titeket emlékeztetni arra, hogy vasárnap hajnalban óraátállítás lesz. Also, I just want to remind you that on Sunday, really early Sunday morning, we'll have to change our clocks. Egy órával kevesebbet tudtok aludni. And you will have to sleep an hour less, sorry. És még ennek örömére korán reggel lesz egy húsvéti nap felkelte nézés. And plus we'll have a sunrise service that morning.
ez 5:50-kor, hát 5:50-kor találkozunk a Rudas gyógyfürdőnél. We'll meet at 5:50 a.m. at the Rudas bath. Mivel hogy a, és akkor onnan fölmegyünk a Gellért hegyre, mert 6:33-kor állítólag fel kell a nap. And from there we will walk up to the Gellért hill because they say that at 6:30 the sun will rise. Ha képesek vagytok ilyen korán felkelni, ezt azzal fogjuk meghálálni, hogy reggelivel várunk itt titeket a gyülekezetben. And if you are able to rise up that early, then express our gratitude for it by giving you some breakfast here at the church. Ugyanúgy meg lesz tartva a 8 órási, a 10-es és a 12-es alkalom jövő héten. We'll have all the three of our services, the 8 o'clock, the 10 o'clock and the 12 o'clock one. De vasárnap este nem lesz. But we won't have any Sunday evening service. Igen, az alkalommal. És szeretném felhívni Franket. So I would like to call Frank to come here. És ez mindig vicces, amikor egy vendégtanító jön, hogy így semmit nem tudtok róla, és itt elkezd nektek beszélni. It's always so funny when a guest speaker comes, you don't know anything about him, and he all of a sudden just starts speaking here. Szóval most fel fogok neki tenni pár kérdést. So I will actually ask him a few questions. Amiből talán kaptok egy kis, nem tudom, egy képet az életéről. And maybe that will give you, an insight into his life. Szóval Meg, friend. Oké. Okay. Szóval, Frank, Amerikából jöttél. You come from the States? I do. I grew up in New York City. Igen, New York városában nőttem fel. But for 27 years I've been living in Colorado. Viszont 27 éve már Colorado államban élek. Mit csinálsz Colorado-ban? And what do you do in Colorado? I'm the director of a place called Ravencrest Chalet, which is a one-year Bible school, part of an organization called Torchbearers International, in which there are 25 schools around the world. Egy bibliai iskolának vagyok ott az igazgatója, amely egy éves iskola, és egy szervezethez tartozik, amelynek összesen 25 iskolája van mindenfelé a világon. The names I missed, but that's okay. Mesélj egy kicsit a családodról. Tell us something about your family. My wife's name is Krista, and she's Canadian. A feleségem Krista kanadai. And we have 4 children. 4 gyermekünk van. Twin boys that are 21, Andrew and Ben. Andrew és Ben, ikerfiúk, és vagy igen, egy ikerpár, ők 21 évesek. A third son, Isaac, who is 19. És van egy harmadik fiunk is, egy 19 éves, Izsák, vagy Isaac. And our daughter, Annika, who's 17. Annika nevű lányunk pedig 17 éves. And this June, my wife and I will celebrate 25 years wedding anniversary. És most júniusban lesz a 25. házassági évforduló. Miért jöttél Magyarországra? So why did you come to Hungary? Why? Well, I've been coming to Hungary for the last 10 years. Most már az elmúlt 10 évben járok ide Magyarországra. And I've been bringing teams of our students and we've been going to Tatabánya. És szóval az iskolából tanulóknak a csapatait hozom ide és Tatabányára járunk rendszeresen. And during the days that we're at Tatabánya, we have English classes in the school, and then English club in the evening at church. Napközben az angol órákra járunk be az iskolákba, és este pedig angol klubot szervezünk a gyülekezetben. There you go. Ennyi. Elmondod, hogy miről fogsz nekünk tanítani ma? Will you share something about what you will teach us tonight? About? Tonight we're going to be looking at prayer, not just what is prayer, but why do we pray? Ma este az imát fogjuk megvizsgálni, nem csak azt, hogy mi a maga az ima, hanem azt is, hogy miért imádkozunk.
Hát ha imáról van szó, akkor imádkozok érted, okay. És akkor kezdjük. I'll pray for you, since we are talking about prayer, and then we can start. Drága mennyi atyán, köszönjük neked ezt az alkalmat megint csak. Dear Heavenly Father, we just thank you for this service. Köszönjük Franket, hogy itt van. And we thank you for Frank, that he came. Imádkozom azért, hogy a te bölcsességeddel tudjon szólni. And I pray that he would be able to share with your wisdom. És imádkozom azért, hogy a mi szívünk is megnyitódjon ezekre a szavakra. And I also pray that our hearts would be open to these words. Jézus nevében. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right. Well, good evening. It's great to be here again. Szép estét mindenkinek. Nagyon jó megint itt lenni. And we're going to be talking about prayer tonight. Ma este ugye az imáról fogunk beszélni. And often when we think of prayer, we think of the words that we use. Nagyon gyakran, amikor az imára gondolunk, akkor az jut eszünkbe, hogy milyen szavakat használunk hozzá. But prayer is more than words. Prayer is thoughts, feelings and words. De az ima az sokkal több, mint a szavak, gondolatok, érzések és szavak egyvelege. Think of how many words we use in a day. Csak gondolj bele, hogy hány szót használunk naponta. They usually say that as men we speak about 10,000 words a day. Azt mondják, hogy férfiak átlag kb. 10,000 szót használnak naponta. And the ladies in the room speak about 20,000 words every day. Viszont ebben a teremben ülő hölgyek körülbelül napi 20,000 szót ejtenek ki a szájukon. As I mentioned, we have four kids. És mint már említettem, nekünk négy gyerekünk van. We have three boys and a daughter. Ugye három fiunk és egy lányunk. And our daughter is the youngest. És a lányunk a legfiatalabb. And something I learned about the difference between men and women. És tanultam valamit a férfiak és a nők közötti különbségről ennek kapcsán. Is when I would pick our boys up from school, I'd ask them, "How was your day?" Egy amikor ugye elmentem a fiaimért az iskolába, és megkérdeztem tőlük, hogy na, milyen volt a mai nap. And they would say, "Good." És akkor erre azt mondták, hogy jó. So how was school? Good. És suliban mi volt? Minden jó volt. Do you have a lot of homework? No. Sok házi feladatot kaptatok? Nem. You want to do anything? No. Szeretnétek most bármit csinálni? Nem. Are you hungry? Yeah. Éhesek vagytok? Igen. But then when I pick up my daughter, de amikor elmegyek a lányomért a suliba, I'd say, "Ani, how was your day?" Megkérdezem, hogy Ani, hogy milyen volt a napod? And she'd give me about a 10-minute answer. 10 perces válasz következik. All of the detail. Minden részlettel együtt. But every day we speak. De minden nap beszélgetünk. But what does it mean to pray? De mit jelent imádkozni? If you have your Bibles, turn with me to Matthew chapter 6. Ha itt a Bibliád, akkor lapozz velem Máté evangéliumának a hatodik részéhez. And we're going to look at the Lord's Prayer tonight. És ma este az Úr imáját, a mi atyánkat fogjuk megnézni. Because as one of the spiritual disciplines for us to grow in our relationship with Christ. Azért, mert az egyik ilyen lelki dolog, ami segít abban, hogy növekedjünk a Krisztussal való lelki kapcsolatunkban. One of those disciplines is prayer. Ezek közül az egyik ilyen fegyelem, vagy egy dolog, az ima. And when you think about praying, it's not just what we pray. És amikor az ember az imára gondol, az nem csak az, amit imádkozunk. But how we pray. Hanem az is, ahogyan imádkozunk. When we pray. Mikor imádkozunk. And why do we pray. És miért imádkozunk. Because prayer is communication. Azért, mert az ima az tulajdonképpen kommunikáció. And part of our communication, there are verbal aspects of our communication. És ugye a kommunikációnak megvannak a verbális, ugye a szóbeli részei. And there's also non-verbal expressions of our communication. De a kommunikációnak vannak nem verbális kifejező eszközei is. I remember one day as I was coming home. Emlékszem, amikor egy nap, amikor éppen hazafelé tartottam. I walked in and asked my wife, "How was your day?" Hazaértem, besétáltam, megkérdeztem a feleségemtől, hogy milyen napja volt. She said, "Okay." És azt mondta, hogy hát, okay. And once she said, "Okay," I knew something was wrong. És amikor ezt mondta, azonnal tudtam, hogy valami nincs rendben.
And when I asked her, "Is there anything wrong?" És akkor megkérdeztem tőle, hogy valami baj van? She said, "Nothing." Erre azt mondta, hogy semmi. And I know what nothing means. És én tudom, hogy mit jelent a semmi szó. Nothing means something. A semmi az valamit jelent. And I kept asking her, "What's wrong?" És csak folyton kérdezgettem, hogy na, mi baj van, mi nem stimmel. Nothing. Semmi. And nothing means something. De a semmi az valamit jelent. So then she finally talked. Na, a végén ugye csak eleredt a nyelve, és beszélt. And she said, "You know what's wrong?" És azt mondta, hogy tudod, hogy mi nem stimmel. There are times when I speak to you. Hogy vannak olyan idők, amikor én beszélek hozzád. And you're not listening to all that I'm saying. És beszélek neked, és te nem figyelsz arra, amit mondok. Because communication is not just what is said. Azért, mert a kommunikáció az nem csak arról szól, amit mond az ember. But communication is listening to what is said. Hanem a kommunikációhoz hozzátartozik az is, hogy hallgatod, meghallgatod azt, odafigyelsz arra, amit a másik mond. I love this passage of scripture here in Matthew chapter 6. Nagyon szeretem ezt az igeszakaszt itt a Máté evangéliumának a 6. részében. And beginning at verse 9. A 9. verssel kezdődően. The Lord Jesus Christ is going to teach his disciples why to pray and how to pray. Az Úr Jézus itt a tanítványait fogja tanítani arra, hogy hogyan imádkozzanak és miért. And let me begin at verse 9 through 13. És igen, a 9. verstől a 13-ig fogom olvasni. Pray then in this way. Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we have forgiven our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. And I just want to break these verses down for you. Szeretném mint részekre osztani ezeket az igeverseket a számotokra. The first phrase, our Father. Ugye az első kifejezés az, hogy mi atyánk. That speaks of intimacy. Ez a bensőséges kapcsolatról beszél. And so when we're praying to an intimate Father. És ezért, amikor imádkozunk, az atyánkhoz imádkozunk, akivel bensőséges kapcsolatban vagyunk. He knows everything about us. Aki mindent tud rólunk. And we can approach him as the father of all fathers in an intimate way. És teljesen bensőséges módon közelíthetjük őt meg, úgy, mint a minden apa közül a legjobbat. The second thing that we see there is who are in heaven, which speaks of his authority. A második dolog, amit látunk, amit itt ír, az az, hogy aki a mennyekben vagy, ez pedig a tekintélyéről, a hatalmáról beszél. He is an intimate father who lives in heaven, speaks of his intimacy, speaks of his authority. Tehát ő egy ilyen hozzánk bensőségesen viszonyuló atya, aki a mennyben él, és a bensőséges viszonyulásáról, meg a tekintélyéről beszél nekünk. And then it says, your will be done. És utána azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod. Which speaks of dependency, not my will, Lord, but your will in this situation. A mi függőségünkről, a ráhagyatkozásunkról beszél, hogy ne az én akaratom legyen meg, Uram, ebben a helyzetben, hanem a tiéd. And dependency means I trust him in every detail. És a függőség, vagy a ráhagyatkozás azt jelenti, hogy minden részletet illetően bízok benne. Have you ever seen a father pick up his children
and throw them in the air and he catches them, and he throws them in the air and he catches them. Láttatok már, amikor egy apa fogja a gyerekét és így feldobálja a levegőbe, aztán elkapja, aztán megint feldobja, megint elkapja. What happens when he puts them down and he begins to walk away? Mi történik, amikor leteszi végre a gyereket és kicsit elindul más irányba? What does the child say? Mit mond a gyerek? Do it again, Dad. Még, apu. Now, why does this child trust its father that when he throws him up in the air, he'll catch him? Miért bízik ez a gyerek az apjában, hogy amikor feldobja a levegőbe, el is kapja? He trusts him because he knows his father. Azért bízik benne, mert ismeri az apját. If we find it difficult to trust, it's probably because we don't know God our Father as well as we should. Hogyha nehezünkre esik bízni Istenben, az valószínűleg azért van, mert nem ismerjük olyan jól a mi atyánkat, mint kellene. Our Father speaks of intimacy. Mert ez a mi atyánk ugye a bensőséges viszonyulásról szól. Who art in heaven speaks of authority. Aki a mennyekben vagy, ez az ő tekintélyéről vagy hatalmáról szól. Your will be done speaks of dependency. Legyen meg a te akaratod, ez a függőségről vagy a ráhagyatkozásról beszél. Then it says, give us today our daily bread. És utána azt mondja, hogy add meg nekünk ma a mindennapi kenyerünket. That speaks of his feeding of us. Ez pedig arról beszél, hogy ő táplál minket. Each of us in this room, we're all different. Mindannyian, akik itt ebben a teremben vagyunk, nagyon mások vagyunk, különbözünk egymástól. But we're simply one beggar who has found the bread of life, and when we share that bread of life with others, one beggar showing another beggar where to find the bread of life, and that's Christ. Mi egyszerűen csak koldusok vagyunk, akik rátaláltak az élet kenyerére, és amikor az egyik koldus egy másikkal megosztja az élet kenyerét, azt is megmutatja neki, hogy ez Krisztusban található. And so as we pray, és ezért amikor imádkozunk, we pray his word, az ő igéjét imádkozzuk. To take place in our lives. Azért imádkozunk, hogy az igéje helyet kapjon az életünkben. As we get to know him, és ahogy mi megismerjük őt, we're able to trust him more. Akkor egyre jobban képesek vagyunk bízni benne. That I want God's will. És akkor tudom, hogy Isten akaratát szeretném. But do I want God's will God's way or my way? God's timing or my timing? De Isten akaratát Isten módján szeretném, vagy a saját módomon? Isten időzítésében van, vagy az én időzítésemben? Then he goes on to the next part of why do we pray, forgive us our debts. És utána tovább megy, ugye, és azt mondja, hogy miért imádkozunk még, hogy bocsásd meg a vétkeinket. As we forgive others. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. This speaks of vulnerability. Ez pedig a sebezhetőségről szól. And even as we pray tonight, és ahogy ma este is imádkozunk, I want to encourage if there's anyone in this room. Szeretnélek benneteket arra bátorítani, hogy van ilyen ember itt a teremben. That if either you have hurt someone or have been hurt by someone. És megbántottál valakit, vagy valaki téged megbántott. Deal with it tonight before tomorrow. Akkor még ma számolj le ezzel a dologgal, nézz szembe vele, és ne várd meg a holnapot. Forgive us. Hogy bocsáss meg nekünk. As we forgive others. Ahogy mi megbocsátunk másoknak. Speaks of vulnerability. Ez a sebezhetőségről beszél. Now the word to forgive. A megbocsátani szó. It's an interesting Old Testament word. Ez egy nagyon érdekes ótestamentumi kifejezés. There were two animals that were used in the sacrificial system in the Old Testament. Mert az ótestamentumi áldozati rendszerben kétféle állatot használtak. One animal was the lamb that was slain and the blood was applied. Ugye az egyik állat, ez a bárány volt, akit ugye lemészároltak és a vérét használták. The blood covered the sin. A vére volt az, amely elfedezte a bűnt. But there was another animal. De volt egy másik állat is. That the guilt of the sin was put on this animal, the scapegoat,
and sent away. És erre a kosra viszont a vétkezőnek a vétkét mint egy rátették, és utána kiűzték őt a táboron kívül. And that's the guilt of the sin that was sent away, never to be brought up again. És ez pedig ennek a bűnnek a hát a bűnössége, vagy a vétkessége, amit így, mint egy elküldtek, azért, hogy soha többet ne emlegessék. And even tonight as we pray, why do we pray, Lord, I receive your forgiveness. És ma este is, ahogy imádkozunk, miért imádkozunk azt, hogy oké, Uram, én elfogadom a te megbocsátásodat. I'm set free of the pain of the sin, but now I want to be set free of the guilt and the reminder of that sin. Hogy én szabaddá lettem téve ennek a bűnnek a fájdalmától, de viszont most szeretnék attól is szabad lenni, hogy erre a bűnre emlékezzek, tehát hogy vétkesnek érezzem magam miatta. Because what the evil one wants to do, he wants to remind us of the pain of the past. Azért, mert a gonosz folyamatosan emlékeztetni akar minket a múlt fájdalmára. Or he wants to hypnotize us with fear of the future. Vagy hipnotizálni szeretne minket a jövőtől való félelemmel. And he causes us to be as frozen in the present, useless in the present. És ezzel azt okozza, hogy mint egy megfagyunk a jelenben, és haszontalanokká válunk. So why do we pray? Vagy használhatatlanokká. Tehát miért imádkozunk? Be understand that you've been forgiven of the past and let it go. Hogy megértsd, hogy a múltadat Isten megbocsátotta, és hogy elengedd. Or as the evil one tries to hypnotize us with fear. Vagy ahogy a gonosz próbál minket hipnotizálni a félelemmel. Put your trust in him. Hogy mindeközben Istenbe vessük a bizalmunkat. Our Father, intimacy. A mi atyánk, ugye ez a bensőségesség. Who are in heaven, authority. Aki a mennyekben vagy, a tekintélye. Your will, dependency. A te akaratod, ez a függőség vagy ráhagyatkozás. Give us today our daily bread, feeding. Add meg nekünk ma a mindennapi kenyerünket, hogy etess. Forgive us as we forgive others, vulnerability. Bocsáss meg nekünk, ahogy mi is megbocsátunk másoknak, a sebezhetőség. And then lead us not into temptation. És ne vigy minket kísértésbe. But deliver us from every evil way. De szabadíts meg a gonosztól. That speaks of leading. Ez pedig a vezetésről beszél. So it's a two-way conversation as we walk with our thoughts and our feelings and our words. És ez egy ilyen kétirányú kommunikáció, ahogy a gondolatainkkal, az érzéseinkkel, a szavainkkal járunk Istennel. May we speak and may we listen. Hogy beszéljünk is, de figyeljünk is rá, hallgassunk. For those of you that are married in this room, azok, akik házasok vagytok itt ebben a teremben, you can learn a lot in your conversation with your spouse. Nagyon sok mindent megtanulhatsz a házastársaddal való beszélgetésből. As you learn to talk, as you learn to listen. Ahogy megtanultok egymással beszélgetni, meg egymásra figyelni. It builds deeper love and understanding and trust. Ez mélyebb szeretetet, megértést és bizalmat épít. Have you ever misunderstood someone? Előfordult-e már veled, hogy valakit félreértettél? And it's often because we haven't listened to every detail. És nagyon gyakran ez azért fordul elő, mert nem figyeltünk oda minden részletre. And often we've spoken before we've listened completely. És gyakran arról is szól, hogy előbb szóltunk volna, hogy előbb teljesen meghallgattuk volna. So we pray because it builds our trust in God, and we, as even Matthew was saying about love, we're able to understand more about the love of the Father for us. Hát azért imádkozunk, mert ez építi az Istenbe vetett bizalmunkat, és ahogy a Matt az előbb beszélt is arról, még jobban megértjük az Atya irántunk való szeretetét. And his love for us is not dependent on what we do or what we don't do, but the love of the Father is because of the love of who he is. És az ő irántunk való szeretete nem azon alapszik, amit mi teszünk, hanem ez az Atya szeretete abból származik, aki ő maga. When our kids were younger, there were often times when I'd come in the house
They would want to run across the living room floor and jump up in my arms. Amikor még kicsik voltak a gyerekeink, nagyon gyakran, amikor hazaértem, végigszaladtak a nappalin és a nyakamba akartak ugorni. And on one occasion, our son Ben, who was probably about 4 years old, és az egyik alkalommal a Ben, az egyik fiunk, aki akkor 4 éves lehetett. He had cold spaghetti sauce all over his face. Tele volt hideg spagetti szósszal, ugye, mármint az arca tele volt vele. And spaghetti noodles hanging out of his ears. És még a füléből is spagetti tészta lógott. And maybe spaghetti noodles in his hair. Meg a hajában is spagetti volt. And he would put his hands up and say, "Dad, give me a hug and kiss." És így feltartotta a kezét, és azt mondta, hogy apu, ölelj meg és puszíj meg. Do you hug a little boy with cold spaghetti sauce all over his face? Meg szoktál ölelni egy kisfiút, vagy megölelni az ember egy kisfiút, akinek hideg spagetti szósszal van tele az arca. It's gross. Elég undorító. But you do. De attól függetlenül megteszed. I don't tell him go clean yourself, then I'll love you. Nem mondom a gyerekeimnek azt, hogy előbb jó, mosakodj meg, és majd utána szeretgetni foglak. But I wrap my arms around him, I love him, and then I clean him up. Hanem így átölelem őt, a karjaimba veszem, és megszeretgetem, és utána küldöm el mosakodni. How many people here tonight you might feel unloved? Hányan érzitek magatokat nem szeretetnek itt? And maybe even as you come in here tonight, you look around and you say, "Woo, look at all these church people." És lehet, hogy úgy jöttél be ide ma este, hogy arra gondoltál, hogy jaj, nézd ezt a rengeteg gyülekezeti embert. How can I be loved? Hát hogyan szerethetne engem valaki? And sometimes the church says, "Clean yourself up, then you'll be loved by God." But that's not what God wants. Van, amikor a gyülekezet ugye azt mondja, hogy előbb mosakodj meg, és akkor majd Isten szeretni fog téged. De Isten nem ilyen. God says, "I'll love you." Isten azt mondja, hogy majd én szeretlek. Then he'll clean us up from the inside out. És utána ő maga megtisztít minket belülről kifelé irányban. Religion is about cleaning the outside in. A vallásosság az arról szól, hogy az ember a külsőt próbálja megtisztítani, és így próbálja a belsejét is tisztává tenni. And a relationship with Christ is about being loved from the inside, clean from the inside out. De a Krisztussal való kapcsolat meg arról szól, hogy az embert ő belül szereti és belül tisztítja meg, és ez kifelé is meglátszik. So why do we pray? Tehát miért imádkozunk? Throughout scripture we have different examples of men and women that prayed. Tehát az igében mindenfelé ott van előttünk több olyan példa, olyan emberekről, férfiakról, asszonyokról, akik imádkoztak. In the Old Testament Moses prayed, David prayed, Daniel prayed, Nehemiah prayed and others prayed. Tehát az Ótestamentumban Mózes is, Dávid is, Dániel is, Nehémiás is imádkoztak, meg mások is. And in Psalm chapter 61, just turn with me here, Psalm chapter 61. És lapozzatok velem gyorsan a 61. Zsoltárhoz. In the first few verses, we see a psalm that is a prayer of David. Itt ugye az első néhány versben Dávid imáját látjuk, vagy Zsoltárát. And I'm going to read verses 1 to 4. És a másodiktól az ötödikig olvasom magyarul. Hear my cry, O God, give heed to my prayer. From the end of the earth I call to you. When my heart is faint, lead me to the rock that is higher than I. Hallgass meg panaszomat, Istenem, figyelj imádságomra. A föld végéről kiáltok hozzád, mert elepett a szívem. Vezessel engem a kősziklára, mert az igen magas nekem. Hiszen te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen. Hadd lakjam mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába. For you have been a refuge for me, a tower of strength against the enemy. Let me dwell in your tent forever. Let me take refuge in the shelter of your wings. Még egyszer. Hiszen te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen. Hadd lakjam mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába. And so when David was praying, he understood he was praying to a God that is intimate and a God that was going to give him protection
and provision. Dávid, amikor imádkozott, akkor értette, hogy egy ilyen bensőséges Istenhez imádkozik, olyan Istenhez, aki megvédi őt és menedéket fog biztosítani a számára. Prayer is not trying to impress others. Az imának nem az a célja, hogy megpróbáljak másokat lenyűgözni. But prayer is for us finding protection in the arms of God. Hanem az ima az arra való, hogy mi oltalomra leeljünk Isten karjaiban. Jesus prayed. Jézus is imádkozott. Throughout the Gospels you see that he took time to be alone and he prayed. Hát látod mindenfelé az evangéliumokban, hogy időt szánt arra, hogy egyedül legyen és imádkozzon. And also in the public scene he also took time to pray. De nyilvánosan is imádkozott. And maybe this evening some in this room are tired. És lehet, hogy itt ma este vannak köztünk olyanok, akik megfáradtunk. Maybe you're fearful. Lehet, hogy félelmekkel vagy tele. Maybe you're frustrated. Lehet, hogy frusztrált vagy. Maybe you're trying to figure out what is next. Lehet, hogy próbálsz valahogy rájönni, mi is a következő lépés az életben. Learn from the example of Christ. De tanulj Krisztus példájából. In the Garden of Gethsemane. Mert a Getsemáné kertben. He was at a place of the unknown. Olyan helyen volt, ami számára, tehát az ismeretlen volt az át előtte. And he prayed to his father, "Your will be done." És azt imádkozta az atyához, hogy legyen meg a te akaratod. And that prayer took place in this week, known as the week of passion before the crucifixion. És ugye ezen a héten, a húsvétet megelőző, meg a keresztrefeszítését megelőző héten imádkozta ezt. And he prayed at a place called Gethsemane, and it's really interesting. That word Gethsemane means to be crushed, as an olive is crushed in an olive press, is what that term means. Konkrétan a Getsemáné kertben imádkozta ezt, és a Getsemáné szó nagyon érdekes, mert azt jelenti, amikor kipréselik az olajbogyókból az olajat. And when he was being pressed, as an olive is pressed, you know what comes out? És amikor így préselték őt, mint ahogy az olívabogyót préselik, az olajbogyót préselik. Oil comes out, and that oil is a picture of the Holy Spirit, in which Christ himself, when pressed, he was led by the Spirit. És tudjátok-e, hogy akkor mi jön ilyenkor? Hát az olaj, és az olaj a Szentléleknek a képe, és tehát amikor Krisztus ilyen nyomás alatt volt, akkor a Szentlélek vezette őt oda. The Old Testament saints prayed. Az ótestamentumi szentek is imádkoztak. Jesus prayed. Jézus is imádkozott. And some of the New Testament saints are listed with their prayers in the New Testament. És vannak olyan új testamentumi szentek is, akiket az új testamentum felsorol. Turn to Ephesians in chapter 1. Lapozzunk az Efézusiakhoz írt levél első részéhez. In verse 18, Ephesians chapter 1 in verse 18. Az Efézus első része 18. vers. And it says this, and I'll read through to verse 20. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, so that you will know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints, and what is the surpassing greatness of his power toward us who believe. A 20. versig olvasom. És világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön, minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben. And so why we pray is to understand all that we have in Christ in the many different ways that we've been blessed in an intimate way. Tehát miért imádkozunk? Azért, hogy meglássuk, hogy mi mindent kaptunk Krisztusban, és milyen sokféle módon megáldott minket ő benne. And if you turn back to Galatians chapter 5 and verse 16. És hogyha visszalapozol egy kicsit a Galatákhoz írt levél 5. részébe, a 16. versbe. A friend of mine once put it this way, that to pray is like breathing. Egyszer egy barátom úgy mondta, hogy az ima az tulajdonképpen nem más, mint egy lélegzés.
It's not just a set time to pray. Tehát nem arról van szó, hogy csak van egy konkrétan imára szentelt időd. But even as we walk through the day, one step at a time, may we have his thoughts and may we talk to him. Hanem ahogy éljük a napjainkat, egyszerre egy lépést teszünk, hogy azért imádkozunk, hogy közben az ő gondolatai legyünk benne, az ő gondolatai legyenek bennünk. And in Galatians chapter 5 and verse 16, és a Galatákhoz írt levél 5. részében a 16. vers, it says this, but I say walk by the Spirit. Igen, itt azt mondja, intellektiteket a lélek szerint éljetek. And you will not carry out the lust of the flesh. És a test kívánságát ne teljesítsétek, vagy és akkor nem fogjátok teljesíteni a test kívánságát. So why are we to be praying? Why do we pray as we can walk in the Spirit, allowing the Spirit of God to control our thoughts, our words and our actions? Miért imádkozunk, hogy folyamatosan imádkozunk, hogy megengedjük Isten lelkének, hogy irányítsa a gondolatainkat, a szavainkat és a cselekedeteinket. If you were to spend some time getting to know me, hogyha időt szentelnél arra, hogy megismerj, you would notice that I have a particular way of walking. Akkor biztos, hogy észrevennéd, hogy elég sajátságos a járásom. I sort of have this like hop when I walk. Egy kicsit rugózva járok. And at our college, és a mi bibliai iskolánkban, sometimes the students like to make fun of me in the way that I walk. A tanulók szeretik gúnyolni azt, ahogyan járok, vagy utánozni. And they might try to mimic me in how I walk. Igen, lehet, hogy megpróbálnak engem utánozni, tehát a járásomat. They'll try to watch me on the outside and they try to imitate how I walk. Ugye, valahogy próbálnak figyelni így kívülről, és megpróbálják utánozni a járásomat. But they're not able to do it all the time. De nem képesek ezt mindig tenni. Who's the only people that can walk like me? Ki az egyetlen ember, aki úgy tud járni, mint én? Anyone? Bárki? Hány ilyen ember van? The only people that can walk like me are my children. Ja, csak a gyerekeim tudnak úgy járni, ahogy én. You know why they can walk like me? Tudjátok, hogy miért tudnak úgy járni, úgy menni, mint én? Because they have my life in them. Azért, mert az én életem van bennük. My life in them. Az én életem van bennük. And our son Andrew in particular. És kifejezetten az Andrew nevű fiunk. If you're to watch him in the morning, ha a reggel figyelgeted, he throws his legs out of bed. És kirakja a lábát az ágyból, kidugja és rugózik rendesen. And he walks just like that. Pontosan úgy jár, mint az apja. The only way he can walk like that, és csak azért tud úgy járni, is because he has my life in him. Azért, mert az én életem van benne. The only way we can walk like Christ, és az egyetlen módja annak, hogy úgy tudjunk járni, mint Krisztus, it's not to try to look at and act like Christ, but to allow his life to be lived in and through us, one step. Ez nem akkor következik be, hogyha megpróbáljuk őt nagyon figyelgetni így kívülről és utánozni, hanem ha megengedjük, hogy az ő élete töltsön be minket és áradjon rajtunk keresztül lépésenként. So why do we pray? Prayer is really an action of dependency upon him. Miért imádkozunk? Az ima az nem más, mint tulajdonképpen a tőle való függőségünket kifejező valami. When I focus upon him, mert amikor őre összpontosítok, I'm not distracted by the things of this world. Akkor ennek a világnak a dolgai nem vonják el a figyelmemet. Because what does it say in that verse? Mert mit mond ebben az ige versben? It says, walk in the Spirit. Azt mondja, a lélek szerint éljetek, vagy járjatok. And you'll not do the flesh. És a test kívánságait ne teljesítsetek, vagy nem fogjátok akkor teljesíteni. It doesn't say don't do the flesh. Nem azt mondja, hogy ne teljesítsd a test kívánságait. Then you'll walk in the Spirit. És akkor majd ettől lélek szerint fogsz járni. It says walk in the Spirit. Nem, azt mondja, hogy járj a lélek szerint. Then you'll not do the flesh. És akkor majd nem fogod teljesíteni a test kívánságait. I don't know if you've ever been in a public building
where there's a sign on a wall. Nem tudom, hogy voltál-e már ilyen, olyan nyilvános, vagy igen, középületben, ahol van valami jel a falon. And the sign says wet paint. Amin azt írja, hogy nedves festék. And what do you do when you see the wet paint sign? És mit tesz az ember, amikor meglátja a nedves festék, száradó festék jelet? You say, don't touch it. És azt írja, hogy ne nyúj hozzá. And every time I touch it. Minden egyes alkalommal megérintem a felületet. And I walk in the house. És utána besétálok a házba. With wet paint on my hand. És ugye tele van a kezem nedves festékkel. And my wife says you couldn't resist the wet paint. És a feleségem erre azt mondja, hogy nem tudtál ellenállni a nedves festéknek, ugye? When we focus on the don't. Amikor arra összpontosítunk, hogy mit nem szabad, meg mit ne csináljunk. Don't do the flesh. Hogy ne vidd véghez a testcselekedeteit, a testkívánságait. Every time we end up doing the don'ts. Minden egyes alkalom, ha erőszpontosítunk, a végén csak azért és megcsináljuk. The verse here says, it doesn't say resist the devil, then you'll walk in the spirit. It says walk in the spirit, then you'll stay away from the flesh. Az ige nem azt mondja, hogy állj ellen az ördögnek, és akkor majd a lélek szerint fogsz járni, hanem azt mondja, hogy járj a lélek szerint, és akkor nem fogod, ezzel te fogsz ellenállni a testnek. So the next time you see the sign that says wet paint, úgyhogy a legközelebb látod azt a jelet, hogy száradó festék vagy nedves festék. Don't focus on this sign. Ne erre a jelre összpontosíts. The wet wall. Meg a nedves falra. But go over here and touch this wall all you want. Hanem menj át a másik oldalra és tapogasd a száraz falat. Because when you focus on the do, azért, mert hogyha arra összpontosítasz, hogy mit tegyél, you have no time for the don't. Akkor nem marad időd arra, hogy mit ne tegyél. But when I try to stay away from the don't, de amikor csak arra összpontosítok, hogy megpróbálom magam távol tartani attól, hogy mit nem szabad, vagy mit nem lehetne, it doesn't mean I'm going to enjoy the do. Az nem jelenti azt, hogy közben meg élvezni fogom azt, amit meg tehetek, meg tenni kell. So why do we pray? Tehát miért imádkozunk? Our Father. Mi atyánk. Who art in heaven. Aki a mennyekben vagy. Hallowed be thy name. Szenteltessék meg a te neved. Thy will be done. Jöjjön el a te ország, vagy legyen meg a te akaratod. Give us this day our daily bread. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. Forgive us our sins as we forgive those who've sinned against us. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. Lead us not into temptation. És ne vigy minket kísértésbe. But deliver us from de evil. De szabadíts meg a gonosztól. For thine is the kingdom. Mert tiéd az ország. And the power. A hatalom. And the glory. És a dicsőség. Forevermore. Mindörökké. Our Father. Mi atyánk. Intimacy. A bensőségesség. Art in heaven, authority. Ki a mennyekben vagy, a tekintély, a hatalom. And so this evening, úgyhogy ma este, if you're coming here tonight, hogyha úgy jössz ide ma este, vagy úgy jöttél, and you're wanting to know why are we to pray, és hogy azon gondolkoztál, hogy miért is imádkozzunk, I want to invite you to come to the one who knows us. Akkor szeretnélek téged ahhoz hívni, aki ismer minket. He knows everything about us. Minden tud rólunk. I want to invite you to grow with the one who loves us. És én szeretnélek téged meghívni, hogy együtt növekedj azzal, aki szeret téged. He knows everything about us. És szeret minket, és minden tud rólunk. I want to encourage each of us tonight to walk with the one who leads us. És arra szeretnélek bátorítani mindannyiatokat, hogy járjatok azzal, aki vezet minket. Because he knows everything about us. Pontosan azért, mert mindent tud rólunk. As we walk and we breathe. És ahogy járunk, meg lélegzünk. May we focus upon him. Hát összpontosítsunk őre. And not the things of this world. És nem pedig ennek a világnak a dolgaira. Our life will be set free from pain. Mert akkor az életünk szabad lesz a fájdalomtól. As we allow Christ to lead us. Ahogy megengedjük Krisztusnak, hogy vezessen minket. One breath. One breath. Egy lélegzet.
and one step. Egyszerre egy lélegzettel és egy lépéssel. At a time. Egyszerre. Egy lépésenként és lélegzetenként. Is your heart weary? Fáradt-e a szíved? Is your heart wandering? És bolyongó félben van-e a szíved? Bolyong-e? Is your heart wounded by something? Hogy sebet okozott-e neked valami? Then come to the Father. Akkor gyere az Atyához. As you walk through the mall, mert ahogy egy bevásárlóközpontban sétálsz, you might see a family walking. Lehet, hogy látsz egy családot, akik ott szintén sétálnak. And you might see children sort of walking away quickly. És lehet, hogy észreveszed, hogy jönnek olyan gyerekek, akik gyorsan elszaladnak. And you might see a father just pull back on one of the children. És lehet, hogy észreveszed, hogy egy apa csak visszarántja a gyerekét. And that child comes back. És ez a gyerek, hogy vissza is jön. And enjoys the presence of their father. És csak élvezi az apjának a jelenlétét. And maybe tonight. És lehet, hogy itt ma este. There's someone here. Van itt valaki. That you've been walking away. Hogy tulajdonképpen ugyanígy eltávolodtál, elsétáltál. And I want to encourage you. És csak szeretnék bátorítani. To come back to the Father. Hogy gyere vissza az Atyához. For any one of us in this room that you're tired. És bárki is érzi magát megfáradtnak, megterheltnek ebben a teremben. Let the Father refresh us. Engedd meg, hogy az Atya felüdítsen. For anyone in the room that you've been wounded this week. És aki meg úgy érzi, hogy ezen a héten sebeket okoztak neki, megsérült. By something or someone. Valaki vagy valami megsértette, fájdalmat okozott neki. I want you to come back to the Father. Szeretném, hogyha visszajönnél az Atyához. Who will repair us? Aki majd helyre állít minket. The Lord has been teaching me a lot about prayer. Az Úr az utóbbi időben nagyon sokat tanított engem az imáról. Even as I've been preparing for this tonight. Még miközben a ma esti órára is készültem. When Yanni mentioned to me of the possibility of speaking on prayer. Amikor a Jani csak így megemlítette, hogy esetleg az imáról taníthatnék. I thought to myself, it's quite a heavy topic. És arra gondoltam akkor, hogy hát azért ez egy elég súlyos téma. Because at times I find it very difficult to pray. Azért, mert vannak olyan idők, amikor nekem nagyon nehezemre esik imádkozni. But even in preparing for this. De miközben készültem az órára. The Lord has taught me a lot about why to pray. Az Atya nagyon sokat tanított engem arról, hogy miért is imádkozzak. It's not about what I do. Mert ez nem arról szól, hogy én mit csinálok. But it's simply enjoying His presence in my life. Hanem arról, hogy egyszerűen csak élvezem az Ő jelenlétét az életemben. And so at this point, let's take time to pray. Akkor imádkozzunk, szálljunk időt arra, hogy imádkozunk. And what I'm going to do is allow it to be silent in the room just for a few minutes. Hogy hagyom, hogy néhány percig teljes csend legyen itt a teremben. And I want each of us in this room to allow the Spirit of God. És én szeretném, hogyha mindannyian megengednénk Isten lelkének. To speak to us in our own lives, in our own hearts. Hogy szóljon hozzánk a saját életünkben, a saját szívünkben. What might be getting in the way of enjoying His love and learning to trust in Him? És ahogy megmutassa azt, hogy esetleg mi van az útjában annak, hogy élvezd őt és bízzál benne. Whatever it might be in your prayer, just let it go. Bármi is az, amire rámutat, csak imában engedd el. So let's just take a moment to be silent. Most akkor szálljunk egy kis időt arra, hogy csendben vagyunk.
I want to now pray for anyone in the room that doesn't know Christ. Most viszont szeretnék olyan emberért imádkozni, aki esetleg itt van és még nem ismeri Krisztust. And even as the Spirit of God has been placing this on my heart right now. És ahogy Isten lelke ezt most a szívemre helyezte. If you don't know Christ, just in your own heart, pray after me. Hogyha nem ismered Krisztust, akkor a saját szívedben imádkozz ezt utánam. And praying to yourself, say. És csak így magadban imádkozva mondd ezt Istennek. Heavenly Father. Mennyei Atyám. I know that I'm a sinner. Tudom, hogy bűnös vagyok. I know that I'm lost and separated from you. Tudom, hogy elveszett vagyok és el vagyok választva tőled. I've tried making all of this work, but it's not working. Már megpróbáltam ezt az egész életet működőképessé tenni, de nem működik. And I thank you for sending your son, the Lord Jesus Christ. És köszönöm, hogy elküldted a fiadat, az Úr Jézus Krisztust. To die on the cross for my sins. Hogy a kereszten az én bűneimért haljon meg. To be raised up from the grave. És hogy feltámadjon a sírból. And to give me new life. És új életet adjon nekem. Thank you, Lord, for your love for me. Köszönöm, Uram, az irántam való szeretetedet. Thank you for your forgiveness. És köszönöm a megbocsátásodat. Thank you for your life. Köszönöm az életedet. And I say thank you. És én csak erre azt mondom, hogy köszönöm. I pray for others in the room that maybe are challenged by something or frustrated with the stress of life. És azokért is szeretnék imádkozni ebben a teremben, akik valami nagy kihívás előtt állnak, vagy akiket ennek az életnek a stressz vagy nyomása frusztrál és idegesít. That even now as we pray together, pray with me in your own heart. Hogy ha te ilyen vagy, akkor így, hogy közösen imádkozunk a saját szívedben, magadban imádkozz. Lord, I thank you for your love for me. Uram, én köszönöm, hogy szeretsz engem. I come to you now and I find rest. Hozzád fordulok most és megnyugvást találok. I come to you now and I find healing. És jövök hozzád és gyógyulást találok. I come to you now and I find wisdom. Jövök hozzád és bölcsességet találok. Lord, set me free from the pressures of this world. Uram, hogy a szabaddá tegyen engem ennek a világnak a nyomásától. And may I now walk in freedom by your spirit. És segíts, hogy most szabadságban, a lelkedtől kapott szabadságban járjak. Restore unto me the joy of knowing you. Kérlek, hogy állítsd helyre bennem a te ismeretednek az örömét. And use me, Lord, for your purpose. És kérlek, hogy használj engem a te céljaidra. Amen. Amen. And now as we finish in prayer. És ahogy most így befejezzük az imát. In practicing prayer. És gyakoroljuk az imát. I want to just give a moment to just fill in the blank. Szeretnék egy kis időt arra szánni, hogy csak így töltsd ki azt az üres helyet, az üres csekket. And feel free. I'm going to simply put it this way. Thank you, Jesus. You are my. És érezd magad szabadon ebben. Én ezt így fejezem ki, hogy köszönöm, Jézus, hogy te vagy az én. And just speak out. You are my. You are my. You és, are my. És hangosan mondjátok ki, hogy te az én, ez meg azon vagy, és. So let's pray now. Thank you, Lord. Köszönöm, Uram. Thank you, Lord. You are my. Please pray out whatever it might be. Köszönöm, Uram, hogy te vagy az én, és csak mondd ki hangosan, bármi is az.
even as we continue to pray, if anyone prayed tonight to receive Christ as your Savior. És ahogy folytatjuk az imát, hogyha van itt köztetek olyan, aki ma este imádkozott azért, hogy Krisztust befogadja, mint a saját megváltóját. If you prayed with me, just slip your hand up that. Hogyha az előbb imádkoztál velem, kérlek, hogy emeld fel a kezedet. For anyone that to receive Christ. Hogyha bárki velem azért imádkozott az előbb, hogy befogadja Krisztust. For anyone that prayed tonight to just enjoy Christ as our rest. És hogyha bárki azért imádkozott, hogy egyszerűen élvezhesse Krisztust, mint az ő békességét, a nyugalmát. If you prayed that prayer, just slip your hand up as an encouragement to other people. Hogyha ezért imádkoztál, akkor csak emeld fel a kezedet, hogy ezzel bátoríts másokat is. Yeah. And may we now, as we leave in a few minutes, és most, ahogy egy pár perc múlva elmegyünk innen, may we be reminded of what we've talked about tonight about prayer. Hogy emlékezzünk közben arra, hogy mi is beszéltünk itt ma este az imáról. May we be reminded as we breathe and as we walk every day in dependence upon His love and His trust for every step of our life. És hadd emlékezzünk erre, ahogy éljük a napjainkat, és lépésről lépésre járunk, és lélegzünk, hogy ő szeret minket, és bízhatunk benne. Thank you. The worship team's going to come up. Most meg a dicsőítő csapat jön. Igen, adhatunk egy tapsot, lehet. Nagyon hálás vagyok Franknek mindig, hogy jön és tanít nekünk, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer. I'm always so thankful to you when you come and teach us, so thank you very much. Szeretném még egyszer megkérdezni, volt olyan, aki most fogadta be Jézust az életébe, aki most imádkozott? I just want to ask again, is there anybody who received Christ into their lives now, who prayed for that right now? Bárki? Anybody? Na mindegy, hogyha esetleg... Mi megyünk tovább. Tehát, de ha esetleg nem merted mondani, akkor is légy szíves, gyere ide utána hozzám, jó? Even if you dare not say it, please come to me afterwards. Mert mi szeretnénk neked egy Bibliát adni. Because we want to give you a Bible. És szeretnénk néhány jó tanácsot mondani, hogy hogyan növekedj a keresztény életedben. And we want to just share a few advice with you about how to grow in your Christian life. Szóval megkérem a rendezőket, hogy kapcsolják le a villanyokat. Please turn the lights off. És fogunk még három dalt énekelni, we'll ennyire van időnk. Sing three more songs, that's how much we have time for. És ahogy szoktuk is, ott oldalt, két oldalt lesznek emberek ilyen fekete vasárnap estés pólókban. And on the sides there will be people in this black Sunday evening, or vasárnap este. Szóval menjetek a sötétség felé. Yeah, just go. Wherever you see something dark, go towards them. Tudjátok, hogy őnekik az a vágyuk, hogy imádkozzanak veletek? And they just veletek? Really long to pray with you. Hogy segítsenek, úgyhogy so imára van szükségetek, you, ott lesznek, so if you, és imádkozni need fognak prayer, veletek. They will be there and pray for you. És ne várd az utolsódat, csak and állj don't föl, wait, és menj, és imádkozni. For the last song, but stand up and go to them and pray with them. De most álljunk föl, és but let's stand up and let's worship Urat, the Lord. Közelséged elég nekem, tökéletes Jézus. Reményem, örömöm, forrásom belőled fakad, mégsem koronám, minden gazdagságom te vagy. Féltőn átkarol, hozzád bújva nyugszik meg lelkem, békességed
szárnyakra emel. Nem rémít a háborgott tenger. Életem eljel, életem ereje, hűséges szövetségesen, Uram és éjjel-nappal mindig vársz rá. Hozzád jön.
feléd kitárom, nézem, az ki értem lett szegény, állok, lelkem, most neked ajánlom, tiéd vagyok. Állok, s a szívem feléd kitárom, nézem, az ki értem lett szegény. Állok, s a lelkem, most neked ajánlom, tiéd vagyok, tiéd vagyok, tiéd vagyok. Kezem felemelem, úgy várok rád, neved vigaszt nekem. Úgy várok rád, azért jöttem elé, hogy ágyalak minden szavam kevés, mert te vagy a király. Minden szem egyszer meglát, minden nép hozzád kiáll. Yeah.
egyszer meglátsz. Minden nép hozzád kiállt. Kérlek, jöjj, várunk rád. Kérlek, jöjj, várunk rád. Kérlek, jöjj, várunk rád. Szent vagy, Uram, szabadító. Szent vagy, Uram, Istenem. Szent vagy, Uram, szabadító. Szent vagy, Uram, Istenem, mert Te vagy a király. Kérlek, jöjj, várunk rád. Lord, may we live our lives with holy hands lifted to You. Uram, hadd éljük úgy az életünket, hogy szent kezeket emelünk fel hozzád. Like dependent children. Mint a te tőled függő gyermekeid. And we live this week with a praise song on our lips. És hadd éljük ezt a hetet úgy végig, hogy egy dicséret van a szívünkön és az ajkunkon. And God, I pray that we would carry just the understanding of what a treasure it is to have a prayer relationship with You. És azért is imádkozom, hogy magunkban hordozzuk csak azt a gondolatot, hogy micsoda kincs a miénk, hogy imában kapcsolatban lehetünk veled. What a treasure You've given us. Hogy milyen hihetetlen kincset adtál nekünk. To have a way to communicate. Hogy lehetőségünk van, van módunk arra, hogy kommunikáljunk veled. Us who were made of just dirt. Mi, akik porból lettünk. Talking with the creator of the stars. A csillagok teremtőjével beszélgethetünk. We thank You that You reveal Your will to us. Hálásak vagyunk neked azért, hogy kijelented nekünk az akaratodat. You give us strength. És erőt adsz nekünk. You lead us. Vezetsz minket. Provide for us. Gondoskodsz rólunk. Lord, may You be glorified in us. Uram, dicsőj meg bennünk és általunk. And lead us closer to You. És vonj minket közelebb magadhoz. That's where we want to be. Mert mi ennyire közel szeretnénk hozzád lenni. In Your name we pray. Jézus nevében imádkozunk. Amen. Amen. Zseni. Zseni volt a Matt, ugye? Meg a többiek is, igaz? Nem kell már fordítani, köszönöm nem. Szépen. Nem. De nagyon szeretnél. Lehet hazaküldeni a fordítani. Szóval csak néhány dologra még figyeljetek ide, légy szíves, lehet mozgolódni, meg fölállni, meg minden. Csak szeretném nektek mondani, hogy ne felejtsétek, hogy jövő héten nincsen vasárnap esti alkalom, jó? Tehát múltkor is mondták, amikor csináltunk egy szünetet, hogy 10-15-en azért csak eljöttek, és megpróbáltak bejönni. Nagyon jók vagytok. Tehát így... De most próbáljátok meg otthon maradni, jó? Használjátok ezt a húsvétot arra, hogy megosztjátok az evangéliumot így a családtagjaitokkal. Használjátok ki ezt az úgymond legális helyet, amit Isten így becsempészett a világba, hogy mindenki valami keresztény dologról is beszél, nem csak a nyúsziról meg a tojásról. Vagy lehet, hogy épp azt mondhatod el, hogy tudod, hogy ez nem a nyúsziról meg a tojásról szól, hanem valami sokkal többről. De legyetek bátrak! Imádkozzatok és osszátok meg az evangéliumot, és tényleg, ha lehet, akkor használjátok a nagypénteki istentiszteletet, a vasárnapi istentiszteleteket, hogy elhozzatok nem hívő barátokat, meg családtagokat, és imádkozzatok értük, hogy térjenek meg, mert ez életbevágó, itt embereknek a lelkéről van szó. Úgyhogy gyerünk! Jó katonák legyetek. És még egy dolog, hogyha szeretnétek így többet tudni, meg hamarabb tudni arról, hogy mi lesz épp a következő vasárnap estén, program, téma, stb., akkor ha eddig nem csináltátok meg, akkor lájkoljátok a vasárnap estének az oldalát, mert oda általában már hét közben fölkerül az, hogy mi lesz a téma, rákészíthetitek így a szíveteket, meg minden. És két hét múlva megint egy pásztort hívok majd, úgy hívják, hogy Nyári Attila, nem messze van tőlünk, a Kis Tarcsai
Golgota gyülekezetnek a pásztora, és arról fog nekünk beszélni, hogy miért kell nekünk Bibliát olvasni. Tehát, hogy én már sokszor föltettem ezt a kérdést egyébként, néha nem, hogy ezt miért kell nekem ezt csinálni. Na, ő megpróbál majd válaszolni rá. Miért kell nekünk Bibliát olvasni? Miért van szüksége erre az embernek, jó? Úgyhogy várunk benneteket majd akkor is szeretettel. Most nem kell elszaladni, maradjatok itt közösségbe, imádkozzatok egymásért, bátorítsátok egymást, dumáljatok, és akkor szép estét nektek. Én meg elköszönök azoktól, akik az internet előtt néztek minket. Sziasztok, jó éjszakát! Tessék!